It's black and white. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Ismételten jelentkezem most ezúttal az LEC 9. hetének a vlogjába, ahol a Misfits és a Fanatic ellen játszottunk. A hetet 1-1-jel zártuk, és ezzel negyedik helyen végeztünk, ami azt jelenti, hogy a rájátszásban az SK csapatával fogunk majd játszani 2 hét múlva. Hát így alakult az alapszakasz, ez lehetett volna jobb is, de térjünk is ki akkor a meccsekre majd. Először is szeretném megköszönni a sok kérdést, amit az előző videó alatt küldtetek. Ebből ki is válogattam 3-at, úgyhogy ezek majd megválaszolásra kerülnek a videó végén. Na tehát, ugye a meccsünk a Misfits ellen, ez győzelemmel zárult, és többen is kérdezték, hogy a Splice az mindig late game-re játszik-e, meg hogy nagyon late game-es kompozíciónk volt. És szerintem ezúttal ez most teljes mértékben igaz, mert Azirt és Vayne-t is hoztunk. Két olyan hőst, ami scale-elni szeretne, és ezzel az early game során nem sok nyomásunk volt. És szerintem, hogyha egy erősebb csapat ellen játszunk, olyan értelemben erősebb csapat ellen, akik jobban ki tudják használni ezt az előnyüket, akkor ezen a meccsen nem lett volna semmi keresni valunk ezzel a drafttal, de szerencsére a Misfits nem használta ki ezt. Hogy hogyan is használhatta volna ki? Ugye volt mid prioritásuk, botlane prioritásuk, most ezt a mid prioritást ezt át lehet vinni botlane-re nagyon könnyedén, és ott lehet dive-val fenyegetni, vagy valami hasonló. Tehát a midlaner bepusolja a midlane-t, ugye Lissandrájuk volt, ez nagyon egyszerű nekik, hogy csak lemennek botra és kidive-olnak minket. Ott lane domináns AD carry-jük is volt, úgyhogy ezt megtehették volna, vagy akár topra is feljöhettek volna bármikor, mert ugye Poppit hoztam, ami elég stabil alapvetően, de ez egy Lissandra, Camille, Yorick 3-as ellen sokat nem tudnék tenni egyedül, úgyhogy engem is könnyen kidive-olhattak volna, de minden esetre kellett volna valamit csinálniuk, valami proaktív megmozdulást. És mivel elhalasztották a lehetőségeiket, szépen felszkéleltünk, és late game-ben természetesen verhetetlen volt a csapatunk, mert van egy Azirunk, meg egy Vayne-ünk, mindkettő óriási hyper carry, meg van a frontline előttük, így teamfight-okat nem lehet elveszteni. Ez a meccs ez meg lett, de szerintem így draftolni nem lehet, és ezt mondtuk is, hogy két late game carry-t ezen túl nem fogunk hozni, mert nincs elég nyomás a pályán. Tehát, hogyha Vayne-t hozunk, akkor mindenképpen kell egy olyan midlaner, aki megszerzi a prioritást, és nem engedi azt, hogy kidive-olják ezt a Vayne-t, hanem hogy hagyjuk, hogy felszkéleljen. Ami kicsit vicces, mert a Fanatic ugyanebbe a hibába beleesett ellenünk a draft során. Ugye ők Vayne-t hoztak, tehát a prioritás meg volt nekünk botlane-en, mert Draven az nagyon erős Vayne ellen. És meg volt a Lissandránk is, tehát a mid prioritás is adott volt. Ezen felül még top prioritásunk is volt early game-ben, tehát én szabadon TP-zhettem volna Rumble-el bármikor. Na már most, ami miatt ez a meccs ennyire megborult, és ami miatt ilyen gyorsan elintézett minket a Fanatic, az egyszerűen erre a bot cheats gankre vezethető vissza. Amikor a Brox a levelt 2 gankkel double killed beszerett botlane-en ellenünk. Tricky plays. They didn't catch this one. Did not see this one coming. Broxen now moving down to the bottom side. The CC coming through. Norsegar needs to make his way out of there. One more stun to lock him up. Reckless now gonna grab first blood. Innentől a lane domináns botlane az már nem működött. Tehát innentől is voltak lehetőségeink, hogy kidive-oljuk őket, illetve elpusoltuk őket a toronytól, de ez már nem az igazi, hogyha az ellenfél botlane erős, illetve tudjuk azt is, hogy outscale-elnek minket az egyéni ösvényeken. Tehát ugye Rumble-t hoztam Jarvan ellen, ezt tudjuk, hogy ez a matchup ez early game-ben nagyon erős a Rumble-nek, meg is van a prioritás, és pont ezért is hoztuk egyébként a Rumble-t, mondjuk ilyen Renekton, Fiora vagy Irelia helyett, mert a Draven-t szerettük volna snowballozni. Na már most ezzel, hogy a cheese gank megtörtént boton, így kicsit nehezebb Draven-nek. Úgyhogy igen, ezért is alakult úgy, hogy top lane-el miután megvolt a 110 magic resistja Jarvan-nak, én már nem tudtam prioritást szedni. Mid lane-en is már kezdték átvenni az uralmat, bot lane-en meg 2v2-ben is elég jó trade-eket találtak, úgyhogy igen, ezt
Ez így alakul, hogyha arra draftolsz, hogy a Draven snowballozt, és ezt nem sikerül kivitelezni az early game-ben, akkor alapvetően a team kompozíciód az össze fog omlani az ellenféléhez képest. Én továbbra is tartom magam ahhoz, hogy ez a draft ez nagyon erős volt, és hogyha itt ez a cheese, botlane cheese nem történik meg, vagy ha meg is történik, erre a botlane-ünk úgy reagál, hogy nem hal meg mind a kettő, akkor ez a meccs, ez meg lehetett volna nagyon lazán. Mert én nem látom, hogy ez a Vayne ez hogyan élheti túl az early game-et, hogyha van mid prioritásunk, top prioritásunk, TP-k, jungle prioritás. Nagyon egyszerűen ki lehet dive-olni, vagy elpusolni a toronytól folyamatosan, és a Draven szépen leszedi a tornyot. Az is egy teljesen jó megoldás. De mivel 2-0-ra nyertek ellenünk a szezon során, az alapszakasz során, ezért ők lettek a harmadik helyen, mi pedig a negyedik helyre kerültünk. És így majd az SK-val fogunk játszani. Ez 2 hét során van mind javítani, főleg így early game terén ezt a snowballingot, ezt nagyon bele kell vésni mindenkinek a fejébe, hogy hogyan kell csinálni. Cheesegankekre meg sokkal jobban oda kell figyelni, ilyet nem szabad megengedni, hogy az egész kompozíciónk arra épül, hogy botlane-t snowballozzuk, és a botlane-ünk hátrányba kerül egy cheesegank miatt, ezt nem szabad megengedni. Nos, tehát térjünk is ki akkor a kérdésekre, amit ugye az előző videó során feltettetek. Csapattársaidra barátként vagy munkatársként tekintesz? Na már most én inkább azt mondanám, hogy ez egy munkatársi viszony. Nem vagyunk olyan baráti viszonyban, hogy így egymáshoz mennénk, és akkor ilyen mindennapi dolgokról beszélnénk, vagy bármilyen hasonló érzésekről, vagy elmennénk valamerre együtt így szórakozni, vagy valami hasonló. Ez teljes mértékben szerintem inkább egy ilyen munkatársi viszony, ahol főleg a játék van fókuszban, és úgy tekintünk egymásra, mint játékosok és csapattársak. Szerinted mi a Splice legnagyobb gyengesége, és miben kell a legtöbbet javulnotok? Hát szerintem a legnagyobb gyengeségünk az early game snowball, illetve a mid game. Tehát early game-ben sokszor erősek tudunk lenni, de én úgy érzem, hogyha tényleg arra draftolunk, hogy early game-et snowballozzuk, akkor ezt általában nem tudjuk tökéletesen kivitelezni. Ezt most láttuk ugye a Fnatic meccsen is. Olyasmi, amit mindenképpen javítani kell. De szerintem a legnagyobb gyengeségünk az a mid game-ben rejlik, mert a mid game-ben mindig van egy olyan fázis, egy ilyen 5-10 perces fázis, még ha előnyben is vagyunk, ahol nem tudunk objektíveket szerezni. Egy ilyen tier 2-es tornyot leszedünk. Tehát itt szerintem nagyon lassúak vagyunk, és ezen kéne valamit gyorsítani, de az a baj, hogy ezen nem olyan könnyű változtatni, mert ez nagyon kompozíció függő is. Tehát, hogyha ilyen late-game-es kompozíciónk van például, akkor általában nagyon nehéz az előnyünket nagyobb előnnyé kovácsolni, hanem muszáj kicsit várni, amíg megjönnek az item power spike-ok, hogy például a carry-ken 2 item van, vagy 3 item van, és akkor lehet harcolni, és akkor lehet nyomást gyakorolni az ellenfélre. De hogyha olyan kompozíciónk van, ami gyorsabban kell, hogy meg legyen játszva, tehát például az early game-es kompozíció, akkor itt a mid game-ben muszáj ezeket a tornyokat leszedni és a nasort erőltetni, mert különben az ellenfél lesz az, aki outscale-el. Tehát például a fanatikos meccsen is tudtuk, hogy ők fognak outscale-elni minket, tehát nem lehet late game-re játszani. Muszáj early game-ben, mid game-ben előnyt kovácsolni és ezáltal megnyerni a meccset. Úgyhogy ezen mindenképpen javulnunk kell majd. Én azt szeretném kérdezni tőled, hogy szerinted működne a csapatnál az, hogyha a Xerxe a meccsek nagy részén megpróbálna a telénet körül játszani, nyilván agresszívabb hősöket pikkelni topra, illetve hogy ki az LEC-ben, aki megüti a te top lane tudásod szintjét. Na már most én ezt a második részt fogom megválaszolni először. Szerintem top lane tudás tekintetében nincs nagy különbség a játékosok között. Tehát itt a laning fázis például az mindenkitől stabil, és hogyha laning fázisban erőnyt is kovácsolsz, azt általában nem lehet egy ilyen igazi csapat előnyé kovácsolni, mert nincs olyan nagy különbség a hősök között, hogy te akkor most le fogod szóló kerrizni a meccset azzal a 20 csi előnnyel, amit kialakítottál a laning fázisban. Ez nem így működik. Láttuk azt például, hogy Wunder 100 csi előnye volt Bipo felett, és így is beszorult a G2, és nem tudtak mit csinálni. Tehát ez előfordul. Szerintem a legnagyobb különbség top lanerek között az a csapat kommunikációban rejlik jelenleg, illetve a csapat mozgásokban. Tehát tudni azt, hogy mikor hova kell menned, és
mit tudsz elérni a pályán, illetve a kommunikációddal ezt a csapat felé közvetíteni is. Tehát itt van a legnagyobb különbség szerintem top lénerek között. Illetve, hogy Xerxe olyan hősöket hozzon, ahol, amivel körülöttem tud játszani, én pedig agresszívabb hősöket. Ez teljes mértékben egy opció, és láttuk is például a G2 elleni meccsen az előző héten, hogy Renekton-t hoztam, és akkor körülöttem játszott kicsit jobban a Xerxe, így sikerült is kialakítani egy 20-30 C előnyt, de az a baj, hogy top lane körül nem annyira éri megjátszani jelenleg. Tehát, hogyha olyan hűst hozok, hogy például egy Jayce Renekton, akkor érdemes early game-ben afelé játszani, de a botlane fókusz az meg kell, hogy maradjon. Tehát olyan metában vagyunk, ahol a botlane-nek túl nagy a nyomása. Tehát mi például top lane-re jönnénk, kidive-olnánk az ellenfelet, mondjuk, és ezzel előnybe kerülnék, de ők közben kidive-olnák a mi botlane-ünket, akkor ebből sokkal nagyobb hátrányba kerülnénk, mert ott ugye két embert ölhetnének meg, vagy két embert pusolhatnának el a toronytól, illetve ott van a sárkány is, illetve a botlane folyókontroll az többet ér a toplane folyókontrollnál Herald előtt. Ha a Herald megérkezik, akkor lehet ilyet csinálni, hogy például a toplane fókuszú játékunk van, és a botlane-ünk közben recall-ol, és elindulnak ők is topra, és teljesen feladják a bot oldalt. Ilyet lehet csinálni, ez teljesen egy jó opció, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy toplane fókusz van az early game-ben. Top lane-re lehet fókuszálni a level 7-ig, level 7-8-ig, de azután muszáj bot lane körül játszani és kisegíteni őket, mert túlságosan robbanékony ott a helyzet. Én remélem ezzel sikerült megválaszolni a kérdéseket. Mivel jövő héten nem fogunk játszani, ezért, hogyha a videó alatt majd feltesztek kérdéseket, akkor szerintem egy ilyen rövid kis videóban több kérdésre is fogok válaszolni majd jövő héten, ugye egy hét múlva, egy ilyen 6-7 kérdésre akár, és akkor az lesz a vlog helyett, illetve a vlogok pedig majd folytatódnak a rájátszás során is. Úgyhogy reméljük minden tovább sikerül majd elmennünk, és egy sikeres szezont zárunk majd magunk mögött. Úgyhogy az első ellenfél az SK. Ha az SK-t sikerül megverni, akkor valószínűleg a Fnaticekkel fogunk találkozni, és az a meccs lesz az eldöntő abból a szempontból, hogy ki fog menni Rotterdamba. Elég kemény megmérettetések vannak. De hát ilyen ez a szezon, nagyon erős csapatok vannak mindenhol, úgyhogy meg kell küzdeni, hogyha valaki jó helyezést szeretne elérni. Ja, addig is köszönöm szépen, hogy néztetek, és akkor jövő héten találkozunk, kérdéseket pedig majd nyugodtan tegyétek fel. Sziasztok!